Banánokat kucolhatod, vársz? Várjál! Az 5. B osztály óráján jártunk, illetve hát járunk most ennek a kisfilmnek a filmkockáinak a segítségével, és arra szeretném megkérni az előttem ülő iskolai védőnőket, hogy meséljenek arról, hogy mi is volt ennek a salátakészítésnek az előzménye, meg mi is ez tulajdonképpen. Milyen órán jártunk? Az egészséges táplálkozásról szóló dupla órának a második felét láttuk salátakészítésként. Az első felében Anita tartott előadást az egészséges táplálkozásról. Megbeszélték a gyerekekkel, hogy a táplálkozási piramisban szereplő tápanyagok közül miből mennyi az egészséges, mi az, ami nem egészséges, mennyit illik fogyasztani ezekből a tápanyagokból. És a második óra volt igazából az egésznek a lényege, ugyanis az egészséges táplálkozást megtanítani a gyerekekkel csak úgy lehet, ha megtanulják saját maguk, megtapasztalják, hogy mi az, ami ízletes, mi az, ami finom. Háromféle saláta készült, mindegyikhez a gyerekek hozták az alapanyagokat, az eszközöket meg mi, illetve az iskola konyhája biztosította. Kétféle zöldségsaláta és egyféle gyümölcssaláta készült. Jó, de akkor ez nem tudom látni, hogy kettőjét. Igen. Keverjünk, de nem akar a jövőt. De jól csinálja, mert de jó, hogy elkészült a saláta is nagyon finom. Réka, mi van a salátádban? Paprika. Alma. Épa. És kukorica. Hogy se kerül? Jól. Igen. Köszönöm. Fiatal emberek is tele a szája. Jó étvágya leszik a saját készítésű salátájukat. Gracias.